Két meccset is játszott az elmúlt héten a Fátum Nyíregyháza. Csütörtökön a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján 3-0-ra vert a Jászberényt Hollósi László együttese, biztosítva a helyét a fináléban. Vasárnap a Békés Csaba látogatott a Continental Arénába, és az a mérkőzés is 3-0-ás hazai győzelemmel zárult. Igaz, a nyíregyháziaknak alaposan meg kellett küzdeniük a sikerért, az első játszmát 23-ra, a másodikat 25-re nyerte a házigazda, a harmadik szedben viszont már csak 17 pontig jutott a Békés Csaba. Én úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legnagyobb bravúr győzelmünk ebben a szezonban. Azt látni kell, hogy a Békés Csaba nagyon komoly játékosokat igazolt. Tehát ha a papírt nézzük és csak a neveket, akkor ezek a játékosok úgymond már tényleg világklasszis, tehát főleg az átlójuk, aki ugye Dél-Koreába játszott, Dél-Koreába csak a legjobb játékosokat viszik, de hát a Jerkov is, illetve hát a feladójuk is top bajnokságokban edződött. Úgyhogy én azt mondom, hogy a realitás nem ez volt. De nagyon örülök, hogy mertek a lányok álmodni, és merték a saját határaikat feszegetni. Az Extra Liga tabelláját a Fátum Nyíregyháza vezeti 12 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Kaposvárt. Hollósi László együttese szerdán a CEF Kupa 8-at döntőjének visszavágóján a Mladost Zágráb otthonában lép pályára. Egy kőkemény mérkőzésre számítok. Most már azért teljes csapattal, remélem, addig nem történik semmi, fogunk tudni felállni. De hát, mint ahogy tegnap a Békés Csaba ellen, most is minden pontért meg kell küzdenünk, minden pontért meg kell izzadnunk, és akkor van esélyünk arra, hogy abszolváljuk ezt, de garanciát a sportban nem lehet soha adni, de azt mindenképp ígérhetem, hogy a csapat az utolsó leheleteig fog küzdeni. Aztán, hogy mire lesz elég, azt majd szerda este megmondom. Az első meccsen 3-2-re nyert a Nyíregyháza, amely győzelme esetén tovább jut. 3-2-es hazai sikernél aranyszett következik, 3-0-ás vagy 3-1-es zágrábi győzelem pedig a horvátok továbbjutását jelenteni.